Petőfi Sándor szegedszeggel. Jaj, a hátam, jaj, a hátam, oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fücskő somnyele, mellyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körte fát? És az Isten rá gyümölcsöt, minek hát? Csábítólag kandigált a körte rám, s csábjait ki már sehogy se állhatám. Átugrottam a palánkon, átesém, hogy megingott velem májam és vesém, s nem elég ez szomszéd bácsi rajta kap. S akkor jött még a valódi haddelhat. Én teremtőm, miért is éltem-e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, mondta, nesze másik, harmadik. És a minden tudó tudja, hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte, szomszéd bácsi mit csinál. Felegekből vett magára gyászmezet, s megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül le egyedül! Három a tánc, mondta, s egyre hegedült. Hegedült a bottal hátam közepén. Keservesen, síralmasan jártam én. De szen jól van, kihevenem én a bajt, s visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az óra, tudjuk ám. Ön is rak a tűzer az fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szákát megleli, s az övében a gerendát feledi. A deák névászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni áll ő, csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután. Fogadok, nem nézek által a szitán. Megugratni, vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm tézsavízzel a nyakát.